Tolna megye majd minden néptánc együttese meghívót kapott az első Csódi Sándor Népművészeti Fesztiválra. A nap a Kárpát-medence 30 helyszínén zajlott egyszerre, és közel 20 ezer embert, muzsikus, néptáncost, kézművest mozdított meg. Minden helyszínen az ott tevékenykedő néptánc egyesület szervezte a lebonyolítást. Batokni Kapási Juliana, a Csódi Program hálózatának Tolna megyei referense azt mondta, érezhető a szakmai fejlődés a csoportokban a program beindulása óta, hiszen közel 17,5 milliárd forintot fordított 2017 óta a szervezetek működésének támogatására. Ebben az évben, meg az elmúlt évnek legnagyobb, leggigantikusabb fesztiválja. Egyszer, hogy 30 helyen ugyanígy tömegek vesznek részt, a másik pedig, hogy ez a fajta felemelő érzés, hogy népművészet, néptánc, népzene, kézművesség egyszerre mutathatja meg azt a fajta tömegességét, ami évtizedek óta működik, de most legalább összefogtunk, és így mutatjuk meg. Ez már a bemutatási szakasz, tehát a Csóri Sándor program támogatása adott egy óriási lendületet, mert voltak együttesek, akik semmiből tartották fönn magukat, és aztán ez a lendület nem csak anyagi fejlődést, hanem szakmai, óriási szakmai fejlődést hozott továbbképzésekkel és mindennel, és hát most a minőség, szerintem mindenki ugrott egy-két minőséget ezzel a dologgal, és hát ezt most prezentáljuk, ezt most itt megmutatjuk mindenkinek. A résztvevő csoportok mindegyike méltatta a program nyújtotta lehetőséget, és nagyon fontosnak tartották, hogy aki ebben a művészeti ágban tevékenykedik, találkozzon egymással. Nagyon nagy öröm táncosként részt venni ezen a rendezvényen, mert tényleg aki barát, aki ismerős, aki táncos, az ma itt van, és együtt táncol, együtt örül, együtt tölti a napot. Nagyon jó újra a régi barátokat, régi csoportokat látni, találkozni, és tényleg egy vidám, egy nagyon jó napot együtt tölteni. Ez most a néptánc ünnepen, tulajdonképpen egy 5 éves pályázati ciklusnak a lezárása, és ezzel a rendezvénnyel, illetve ez a rendezvény szemlélteti majd azt, hogy ezek az együttesek ugye az 5 éves pályázati ciklus alatt gyakorlatilag milyen eredményeket értek át. A Csóri program előtti pályázatok azok olyanok voltak, hogy nagyrészt marketingköltségekre tudtuk inkább fordítani. Ugye ez egy együttes szempontjából fontos dolog, de nekünk lényegesebb az, hogy a zenei anyagunkat, a népviseleteinket tudjuk fejleszteni. És ez a pályázat most lehetőséget nyújtott arra, hogy tudjuk bővíteni a viselettárunkat, a népzenei adattárunkat, úgyhogy ez nekünk mindenképpen hasznos volt, igen. Fedeztek minket újra, megkapjuk a támogatásokat, azokat a támogatásokat, amellyel újraéleszthetjük a népi hagyományokat, a csoportokat, szépen tudjuk dolgoztatni, úgyhogy teljes mértékben nagy boldogság nekünk, hogy itt lehetünk. Nálunk például Bogyiszlón most közel 40 emberrel veszünk részt ezen a rendezvényen. Fantasztikus, hogy ilyen sokan részt tudunk venni, és közel 40 emberrel képviseljük a falunkat, és tápláljuk, éltetjük a hagyományunkat tovább. Azt hiszem, amikor így a zenészek, táncosok, énekesek és azok, akik a hagyományban dolgozunk, így egy napot együtt tölthetünk, ez mindig igazán felemelő, és amikor a művelődési központtól elindultunk ide felfelé a templomhoz, hát tényleg majdnem sírva fakadtam, mert az, hogy szinte majdnem 1000 népviseletben lévő táncos, zenész együtt van, az csodálatos érzés. Zsiko Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, a nemzeti identitás megtartása a következő 1000 esztendő záloga.
kultúrát nem lehet örökölni, és az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, hogyha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi ezt magának. Ezt Kodály Zoltán mondta, de azért kezdtem ezzel, mert valóban igaza volt Kodály mesternek ebben is, hiszen azt gondolom, hogy mi itt ma Európában akkor tudunk a következő 1000 évben is megmaradni, hogyha a nemzeti identitásunkat megtartjuk, és a nemzeti identitásunkat a néptáncon, a kézműveskedésen, és a népzenén és a népi éneklésen keresztül tudjuk megtartani. Ez a mai nap egy jó példája annak, hogy a Csóri Sándor program hogyan tette lehetővé azt, hogy egyébként nehéz helyzetben lévő együttesek, egyesületek, akik népzenével, néptánccal foglalkoznak, kormányzati támogatással tovább tudjanak fennmaradni, hiszen itt az elmúlt 5 évben számos pályázati forráson keresztül volt lehetőségük akár a népviseletüket kicserélni, akár zenekart fogadni a néptáncoktatáshoz, akár tánctanárt fogadni, és egyáltalán lehetőség volt arra, hogy a közösséget egyben tartsák. Én azt gondolom, hogy ez a program nélkül ma nagyon nehéz helyzetben lennének a népzenével és a néptánccal foglalkozók. Köszönet érte, hogy működnek, és köszönet azért, hogy ilyen támogatásokat lehet igénybe venni. A nap folyamán a város több pontján mutatkoztak be a résztvevő egyesületek, de a rendezvény részeként megismerkedhettek az érdeklődők a környező települések viseleti kultúrájával is.